A Nyírségvíz ZRT videója azt mutatja be, hogyan kell egyszerűen, de mégis hatékonyan téliesíteni az otthoni vízmérő vízmérőaknát. Az akna fedelét 5 cm-es hungaroccellel szigetelik le, megakadályozva ezzel azt, hogy a leghidegebb éjszakák során elfagyjon a vízóra. Jellemzően az első komolyabb fagy során, vagy tavasszal hirtelen jött lehűlés során érkezik nagy számban bejelentés a szolgáltatókhoz. Könnyű Zsoltányírségvíz ZRT megbízott vezérigazgatója 35 perc című műsorunkban azt mond még most sem késő szigetelni a rendszert. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy megfelelő módon kell szigetelni, tehát lehetőleg ezekkel a nikecelekkel kell a, vízműrő aknát leszigetelni, hogy a fagy ne okozzon kárt a vízmérőben, hiszen a fagy hatására a víz ugye megduzzad, és el tudja törni a, a vízmérőt, akár még a vezetéket is, és kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet azokra a mérőkre is, amik locsolási mérők, tehát az emberek úgy vannak vele, hogy hát azt nyáron használjuk tavasztól őszig, de ezekben is, ha víz marad télére, akkor ezek is szétfagynak, és sajnos ezek is többletköltséggel járnak. Az elfogyott rendszer cseréje, illetve a helyreállítás összköltsége körülbelül 30 ezer forintba kerül. Mivel azonban ez a szigetelés mulasztása miatt következik be, a kár és az elfolyt víz költségeit minden esetben a felhasználónak kell kifizetnie.